Üdvözlök mindenkit a mostani videó témája. Kötelékek a viharban, traumás kötődés a borderline kapcsolatokban. A traumás kötődés kialakulása az kapcsolati trauma eredménye, ez pedig számos kapcsolat típusban megjelenhet, megjelenhet nem csupán a narcisztikus dinamikák esetében. Ez a fajta kötődési forma, tehát a traumás kötődés az gyakran fordul elő bántalmazó, toxikus kapcsolatokban, ahol az áldozat vagy éppen az elszenvedő, kinek hogy tetszik, érzelmi, fizikai vagy éppen pszichológiai bántalmazásnak van kitéve. Viszont van egy ilyen tévhit az emberekben, egy ilyen közös tévhit, hogy mi szerint a traumás kötődés az kizárólag a narcisztikus kapcsolatokban alakulhat. Ki. Tehát ezzel tulajdonképpen figyelmen kívül hagyva a bántalmazás széles spektrumát és a különböző kapcsolati dinamikákat, amelyek hasonló következményekkel járhatnak. A traumás kötődés az akkor alakulhat ki, ha a kapcsolat az állandó stresszforrás, de egyben az egyetlen biztonságot nyújtó kötelék is az áldozat vagy éppen az elszenvedő számára. Ez különösen igaz abban az esetben, ha az áldozatnak korlátozottak a társadalmi támogatási lehetőségei, vagy ha a bántalmazó az manipulálja a valóságot annak érdekében, hogy fenntartsa a kapcsolatot és az elszenvedőt játékban tartsa különféle manipulatív technikákkal. Tehát nem lehet azt mondani, hogy csak és kizárólag a a narcisztikus kapcsolatok azok, amik traumás kötődést okoznak. Bár a narcisztikus személyiségzavarban szenvedő személyeknek a manipulatív viselkedése és a, az áldozatokkal szembeni érzelmi bántalmazása, az, az valóban igen hozzájárul a traumás kötődés kialakulásához, de viszont fontos megérteni, hogy bármilyen típusú bántalmazó kapcsolat az hasonló következményekkel járhat. Nézzünk néhány példát. De felírtam. E itt tartozhat a fizikai bántalmazás, tehát ahol az erőszakos cselekmények és a félelemnek az atmoszférája, ezek kötődési zavarokat okozhatnak. A narcisztikusok azok nagyon ritkán alkalmaznak fizikai erőszakot, tehát a narcisztikusok azok inkább érzelmi és pszichológiai manipulációt alkalmaznak, mint sem fizikai erőszakot. Aztán ott van ha az érzelmi, vagy éppen a pszichológiai bántalmazás, manipulációval, megaláztatással, érzelmi jár, és nagyon mélyen befolyásolja az áldozat önértékelését, a kötődési képességét, és igen, a narcisztikusok is csinálják ezt, ahogy a borderline is. Anyagi vagy gazdasági bántalmazás is rendkívül gyakori, tehát amikor az áldozatnak a, az anyagi függősége, tehát ez miatt marad kapcsolatban, és ezt sem csak és kizárólag narcisztikusok csinálják, nagyon sok mindenkire ez jellemző lehet, de ott van a szexuális bántalmazás, ez pedig szintén erőteljes traumát és zavart kötődést eredményezhet, és sok mentális betegségben szenvedő csinálhat szexuális bántalmazást, amely traumás kötődést alakíthat ki. Tehát traumás kötődést azt nagyon sok úgymond mentális betegségben szenvedő tud kialakítani a partnerével szemben. A traumás kötődésnek a felismerése és a kezelése ez viszont nagyon lényeges a gyógyulási folyamat szempontjából. A terápia, különösen a trauma fókuszú terápia segíthet az áldozatoknak feldolgozni a traumákat, megérteni a bántalmazó kapcsolatoknak a dinamikáját, és megtanulni, hogy majd a jövőben hogyan alakíthatnak ki egészségesebb kötődési mintákat másokkal. Hogyan lehet azt felismerni, ha valaki, traumakötésben van. Erről amúgy én már csináltam videót ré régebben, ennek a videó végére majd beteszem ezt a videót az ajánlott videó közé, így aki szeretné, az meg tudja tekinteni. Amúgy a, a traumás, tehát a traumakötés talán egyik legbiztosabb jele az az, amikor az áldozat védi a bántalmazóját. Mindenkitől, tehát legalizálja a bántalmazója viselkedését, miközben az áldozatnak a környezete már a fejét fogja, hogy Úristen, hát hihetetlen, hogy nem ismeri fel, hogy miben van benne ez a szerencsétlen. Tehát a bántalmazott személy az hajlamos lehet igazolni a bántalmazója viselkedését, vagy minimalizálni annak súlyosságát, miközben rajta kívül mindenki látja a környezetében, hogy mennyire toxikus, mennyire káros az, amiben benne van. Tehát indokolatlan lojalitás van a bántalmazó irányába, védi őt. Na, akkor menjünk a borderline személyiségzavarra. Hát mi az, ami a borderline személyiségzavar jellegzetességei közé tartozik, hát intenzív érzelmek, megtalálhatjuk náluk az instabil önképet, impulzív viselkedést, ez pedig nagyon ilyen befolyásolja a kötődési mintákat és a kapcsolataik dinamikáit. A borderline személyiségi zavarban szenvedő emberek, azok nagyon gyakran intenzív, viharos kapcsolatokat élnek meg, ezek pedig tele vannak érzelmi hullámvasutakkal, ebbe az érzelmi hullámvasutazásba rakja bele a borderline partnerét. Ezek az ingadozások, ezek pedig igen traumás kötődést alakíthatnak ki a partnerükben több okból kifolyólag. Nézzük meg, eh, felírtam itt néhány fő okot, <kül> Tehát ott van a bizonytalanság és a kiszámíthatatlanság, tehát a borderline jellemzői az ingadozás a hangulatban, az érzelmekben, a gondolkodásban, a viselkedésben, ezek pedig bizonytalanságot és kiszámíthatatlanságot okoznak a kapcsolatban, ugyanis a borderline a partnere a sosem lehet teljesen biztos abban, hogy most éppen milyen állapotban fogja találni a borderline szemét. Ez pedig szorongást, feszültséget okozhat számára. Ahogy egy narcisztikus mellett úgy a borderline mellett sincs stabilitása kapcsolatban, főként a borderline -ok érzelmi diszregulációja miatt, tehát a borderline érzelmi szabályzatlanságuk van. A borderline nagyon sok esetben teljesen kiszámíthatatlan, tehát bármilyen kis apróság már borít bennünk, bennük mindent. Ilyenkor aztán jön a drámázás, jön a kiporulás, öngyilkossági fenyegetőzések, falcolás, meg a többi. Továbbá a borderline-oknak identitászavaruk van, tehát nem tudják önmagukat stabilan meghatározni, nem tudják a, a, a saját szerepüket meghatározni a világban, ezért mi az, amit csinál sok borderline? Azt csinálja, hogy egy külső szabályozót keres az életébe, aki szabályozza őt, és ad neki valamiféle stabilitást. Egy borderline mellett nem lehet az ember nyugodt. Hát állandóan azt lehet mondani, hogy készen létben van a szervezete fokozott stressz alatt áll, mivel sosem tudja, hogy a következő pillanatban a mi fog történni, mit fog hozni, tehát nem lehet előre tervezni, mert ha egy kis homokszem kerül a gépezetbe, akkor a borderline minden borul. A borderline rendkívül drámai, rettentően érzékenyek mindenre, akár egy narcisztikus. Ha nem azt hallják, amit hallani szeretnének, akkor mi az, amit a borderline csinál? Hát rögtön kigyújt békát, kiabál a másikra, hasítanak, egyik végletből a másik végletbe mennek, fekete-fehér gondolkodásuk van, tehát nem látják a köztest, a szürkét. Vagy valami tökéletes a borderline-nak, vagy valami a lehető legrosszabb. Menjünk a következőre. A idealizálás és a leértékelés ciklusai. A borderline személyiség zavarban szenvedők, mint előbb elmondtam, nagyon is hajlamosak erre a fekete-fehér gondolkodás módra, és ez a partnerüket is élinti, tehát a partnerüket az hol idealizálják, hol pedig erőteljesen leértékelik. És ugye itt van ez a, ez a ciklikus változás, ez még nagyon erőteljesen befolyásolja a borderline partnerének az önképét és biztonságérzetét, ez pedig hozzájárulhat a traumás kötődés kialakulásához. Ahogy a hogyan narcisztikus, igen, ugye a borderline is idealizál, leértékel. Bár a borderline ezt máshogy teszi, ugyanis a borderline az kapcsolódik a partnere valódi személyéhez is, a narcisztikus az nem kapcsolódik, a narcisztikus az csak és kizárólag a fejében lévő eszményi képhez kapcsolódik, tehát nem kommunikál egy narcisztikus a partnere valódi személyével, a borderline az viszont kommunikál. A borderline az kapcsolódik tehát mind az idealizált képhez a partneréről, mert a borderline-nak is van, mind pedig a partnere valós személyéhez is, de a borderline is leértékel, eldobja a partnerét, majd újra idealizálja és visszatér hozzá. Vagy legalábbis visszarángatja a kapcsolatba a partnerét. A borderline partnere, így azt lehet mondani, hogy egy rendkívül erős pszichés hatásnak van kitéve, hogy őt állandóan leértékelik, majd aztán visszaédesgetik, ez igen, ez pedig traumás kötődést eredményezhet. Menjünk a következőre, abszolút borderline jellemző, erőteljes félelem az elutasítástól és az elhagyástól, hát mint tudjuk a borderline személyiségben zavarban szenvedők, azok intenzíven félnek az elutasítástól, az elhagyástól, ami kontrolláló vagy éppen manipulatív viselkedéshez vezethet náluk. Ezek a stratégiák pedig a kapcsolatban lévő másik félben, tehát a borderline partnerében zavarodottságot, tehetetlenséget és traumaszerű érzéseket is kiválthatnak. A borderline fontos megelvítenem, hogy kétféle szorongással küzdenek, az egyik a szeparációs szorongás, tehát a borderline az retteg attól, hogy el lesz hagyva, a másik pedig a bekebelezési szorongásuk, tehát ez azt jelenti, hogy attól is rettegnek a borderline hogy összeolvadnak a partnerükkel, így, amikor ez az összeolvadás megtörténne, amire amúgy valójában a legjobban vágyik a borderline, megijed ilyenkor, hogy közel került a partner, úristen, túl közel, azt érzi, hogy a partner az most bekebelezi, a borderline azt érzi, hogy megfulladok, meg ezt nem bírom, ezért a borderline válasza a taszítás lesz, tehát eltaszítja magától a partnerét, elutasító lesz, bunkó lesz, távolságtartó, a borderline partnere meg csak néz, mint a moziban, hogy ez, 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 most akkor megint mi, miért csinálja, tehát a bekebelezési szorongás miatt csinálja ezt a borderline. Majd, ha a partnere a borderline-nak, meg, meg kísérelne kilépni ebből a kapcsolatból, hogy hát akkor jó, akkor nekem ebből itt eddig köszönöm szépen viszontlátásra, akkor viszont jön a borderline szeparációs szorongása, tehát retteg attól, hogy elhagyják, ezért aztán érzelmi manipulációkkal, de valahogy az eseteknek a többségében sikerül neki, hogy benne tartja a partnerét a kapcsolatban azért, hogy ne legyen elhagyva, mert a borderline-nak az egyik legnagyobb félelme az, hogy elhagyják. Tehát a borderline ilyenkor érzelmi manipulációkat használ főként, nagyon gyakori az, el, az elhagyás, ugye a fenyegetőzés, mindenkinek ismerős öngyilkossággal való fenyegetőzés, az nagyon intenzív érzelmi reakciókat mutathatnak ilyenkor, beleértve a sírást, kiabálást, fenyegetőzést, ez pedig egy rendkívüli nyomást gyakorolhat a borderline partnerére, hogy maradjon a kapcsolatban. Itt még megemlíteném a, az érzelmi fertőzést, tehát a borderline jellemzője, mint mondtam, az érzelmeknek az intenzitása, ez pedig gyakran fertőzi a körülöttük lévőket, különösen a közeli kapcsolatait a borderline mint a szerelmi partnerét, tehát a, a borderline a partnere az átveheti a borderline a érzelmi állapotát, különösen ha a partnere az fogékony erre, ez pedig erősen befolyásolhatja a saját érzelmi egyensúlyát és jólétét a borderline partnerének. Akkor felírtam még ide egyet, a érzelmek intenzitása és a viselkedési válaszok ingadozása. A borderline zavar jellemzői közé tartozik az érzelmek intenzitásának és a viselkedési válaszoknak az ingadozása, amely rendkívüli kihívásokat jelent a kölcsönös megértés és az érzelmi kapcsolódás szempontjából. Tehát ebben a dinamikában a borderline-nak a partnere az gyakran találja magát abban a szerepben, hogy ő az, akinek stabilizálnia kellene a kapcsolatot. Ez pedig rendkívül kimerítő és stresszes lehet a számára. A folyamatos instabilitás is akadályozhatja a bizalom és az intimitás mélyebb szintjének kialakulását. Ez pedig létfontosságú egy egészséges és kiegyensúlyozott kapcsolatban. Tehát a bordájának a partner az gyakran azt érezheti, hogy tulajdonképpen ő a kapcsolatnak az ő őre, ő a kapcsolatnak a, a, a magja, ő a stabilizátor, aki mindig készen áll arra, hogy megpróbálja stabilizálni a helyzetet és kezelni ezeket a váratlan érzelmi válságokat. Ez a szerep azonban, hát mondhatni, hogy egy túlzott felelősséget ró a partnerre, ez pedig idővel feszültséget és kiégést okozhat nála. Tehát a borderline a partnerre az egyre kimerültebb lesz, olyan dolgokat mondhat, olyan dolgokat csinálhat, amit aztán megbán, de ebben az állapotban, ahol ilyen hatalmas mértékű pszichés teher van rajta, és a partnerem már idegileg elkezdettől kimerülni, és most nagyon gyakori igen, hogy helytelen dolgokat tesz, olyanokat, amiket normál, nem kimerült pszichével biztosan nem tenne. Igen, ez is vezethet egy traumás kötődés kialakulásához, mert a borderline a partner az folyamatosan küzd azért, hogy megteremtse és fenntartsa az érzelmi kapcsolatot, miközben hát mi az, amivel találkozik, hát gyakran elutasításra, vagy éppen a másik végletre intenzív ragaszkodásra talál. Tehát ez a dinamika, ez viszont erősítheti a partnerében azt az érzést, hogy ő a felelős a kapcsolatnak a megmentéséért, ami paradox módon még inkább mélyítheti a kötődési problémákat és traumás kötődés kialakulásához vezethet borderline mellett is tojáshéjakon kell lépdelni, állandó érzelmi hullámvasutázás van, tehát ö, azt lehet mondani, hogy olyan, mintha egy tinédzserrel lenne együtt az ember, nem pedig egy felelősségteljes teljes felnőttel, tehát sok esetben megfigyelhető a borderline a rendkívül gyerekes viselkedés, tehát regresszivitás, ami azt jelenti, hogy stressz alatt gyerekesen viselkednek, dacosak, dürohamok jelentkeznek, sírnak, toporzékolnak, tehát gyerekes magatartás formákat lehet megfigyelni a borderline -oknál nem pedig egészséges felnőtt ö, emberi stressz és konfliktus kezelés van náluk jelen. Az ilyen kapcsolatokban élő ö, személyek számára létfontosságú a külső támogatás, tehát úgy gondolom a pszichoterápia igénybevétele, ez pedig segíthet mindkét félnek abban, hogy jobban megértse a kapcsolatnak a dinamikáját, kezelje a bántalmazó viselkedési mintákat, és építő módon dolgozzon az egészséges kötődési minták kialakításában. Tehát a borderline mindenképpen pszichoterápiás segítségre van szükségük, de sok esetben a borderline -ok partnereinek is pszichoterápiás segítség kell. Különösen, ha ez a kapcsolat hosszú időn át fennáll. Itt mára, köszönöm a figyelmet, remélem, hogy érthető volt. Ha tetszett, akkor nyomj egy lájkot csatornámra, több mint 250 videó van már feltöltve, lehet, hogy valamelyik kérdésedre megtalad a választ. Nézd szét, én köszönöm a figyelmet.